sírni jött inni a leány, ezért hoztam magammal barátomat, ezt a zsivány. Lenne egy nagy kérésünk, legyenek szívesek minket befogadni, a lányt szeretnénk kikérni. Kérdez... Íme, Jocó, itt áll ez a gyönyörű leány, vinnéd-e őt tovább magaddal, életed útja? Igen. Azt hiszem, sikerült jól választanod. Kívánom, hogy egymást boldogsággal tudjátok elárasztani. De olyan jól esik, hogy megszólításunk a korokos bóból,
különböző kis ünnepeknek, évfordulóknak a megtartása. Ez mind azt az örök szeretetet erősíti, aminek ma elköteleződünk. Őséges áldásnak adja ezt a szeretetet. Titeket, akiket már megszentelt a keresztségben, most egy külös ígéretben, hogy lennő feleségedet, tisztelet és szeretet, míg a halál el nem választ benneteket egymástól. Igen. Ezt megfontoltad el Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél el ide, hogy házasságot köss. Igen. Ígéretben, hogy lennő férjedet, tisztelet és szeretet, míg a halál el nem választ benneteket egymástól. Ígéretben. Feleségül venni akarom. Mondta hát utána Eszter. Eszter. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül lesz. Feleségül leszlek. Mondta hát utána József. József. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül vagyok hozzá. Feleségül. Hogy kedvesés anyai kötelességének élve, a családot tiszta szeretettel viselje gondját. József, szolgálat is kísérje urunk mennyei áldásod, hogy híven teljesítse minden kötelességét, mint hűséges kedves társ és családjának gondos atya. Az ember életének családi eseményei közül az egyik legfontosabb és legjelentősebb a házasságkötés. A házasságkötés... Külön kérdést teszek fel a mennyasszonynak, és külön a vőlegénynek, amelyre kérem, hogy határozott igennel válaszoljatok. Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott. Áldom az utat, amelyre most léptünk. Vigyázz rám, hogy róla soha le ne térjünk. Keverednek, úgy lesznek is. Nyújtatok helyet.
megtiszteltetés számomra, hogy mint anyakönyvvezető legszebb hivatali kötelességemnek elegettéve én lehetek az az ember, aki összetartozásokat törvényessé tette. A két egybehangzó igen elhangzása azt bizonyítja, hogy én már 2 éve megtaláltatok egymásban az igazi társat. Tudjátok, milyen jó érzés tartozni valakihez. Mert minden ember egymásban találtátok meg a társat, azt az embert, aki kitölti napjaitokat. Ő az, akire csak arra gondoltok, kellemes érzés járja át egész lényeteket. Ő az, akitől szebbek lesznek a néha még oly morcos reggelek is, akinek ölelése megnyugtat, a tekintete pedig elfeledte minden rosszat. Nem élhet át, mint egymás szeretetében. Ti egy ideje együtt is éltek, kialakítottátok közös otthonot rovító igent, azt a jelentőség teljes szót, amely két ember életét össze. A menet ne forduljon a lomba. De még előtte ifjú pár fogadja a gratulációkat. Yeah.